szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok, a ma esti vendég Spiró György, híróköltő. Jó estét önnek is. Jó estét. Ugyebár az az ember, legalábbis ezt lehet tudni, hogy azért a hangulatok legyenek, azok bármilyen történelmiek is ritkán ragadják el, és hát azt még kevésbé lehet állítani, hogy az illúziók rabja. Tehát föltételezhetően egy nagyon kemény és racionális képet kapunk az ön emlékeiből. Tehát ezek mégiscsak emlékek, és gondolom át vannak valamennyire színezve érzelmekkel is. Igen, valószínűleg. Én nem nagyon éltem meg azt a 89-et, amit Magyarországon oly sokan. De ennek speciális okai voltak, mert elég sokat voltam külföldön abban az időben, és láttam, hogy hol mi folyik. Úgyhogy én a magyar eseményeket ilyen európai meg világ összefüggésbe tudtam nézni. Hol volt akkor? 88 telén, decemberében mutatták be Észtországban, Pernu városában a Kert című darabomat, és meg is hívtak a bemutatóra. És egy olyan srác rendezte, aki 3 hónappal volt nálam fiatalabb, színházrendező is igazgató volt, és mind Magyarországon, mind Észtországban azt hitték, hogy ikrek vagyunk. Ha. Teljesen úgy nézett ki a pás, és nagyon mulatságos volt. Állítólag mindenkinek van egy ikerpárja. Na, hát ő az enyém. És ez egy nagyon jó színház volt, az ottani Kaposvár tulajdonképpen, tengerparti 50 ezres város, jó színészekkel, és hát ő nála otthon, ahova többször meghívott, néztem a tévét, amiből sokat nem értettem, de ő fordította oroszra, és ugyanolyan kerekasztal beszélgetések voltak, körülbelül ugyanazokkal az érvekkel, mint pár hónappal később Magyarországon. Ott előbb kezdődött érdekes módon a Szovjetunióban. Aztán szintén ebben az 89 elején Erfurtban mutatták be egy darabomat, és hát ott németek, úgyhogy az előadás másnapján kellett ott valamit mondanom, hogy a színészek hogy játszottak, milyen volt a hogy tetszett. És aztán meghívott engem a rendező egy ebédre, értelmes, helyes pasas volt, és váratlanul a magam számára is feltettem neki a kérdést, hogy mikor egyesül a két Németország. És kicsit meglepődött, de válaszolt, azt mondta, hogy 5-10 éven belül. Ez volt 89 elején. Na most, én ezt a magyar rendszerváltást szorongva éltem meg. Elsősorban azért, mert éppen dolgoztam egy nagy regényen, és úgy éreztem, hogy ez az utolsó pillanat, hogy leadhatom, mert aztán nem lesznek magyar kiadók. Én ettől mindig féltem, mindig az utolsó műveimet írtam az elmúlt 50 évben. De hogy nem lesznek magyar kiadók? Hogy megszüntetik. Megszűnik az irodalom Magyarországon. Hát bármilyen. Hát ez az állam felszámolja a kiadókat, nem lesznek magánkiadók, és egy ilyen 800 oldalas regényre egyáltalán nem lesz kiadó. Majdnem igazam lett, ugyanis a Szépirodalmi Könyvkiadónak 1990-ben az én regényem volt az utolsó könyve, amit kiadott, utána megszűnt. A magvető romokba hevert, ott se lehetett volna kiadni, sehol nem lehetett volna kiadni. Hosszú évekig. Na most ennek megfelelően el is siettem azt a regényt. Hozzátartozik, hogy 86 április 26-án én a csernobili felhőben utaztam repülővel Varsóba, és amikor megfordult a szél április 30-án, akkor a felhőbe jöttem vissza. És hát akkor megmérték pár nappal később a Magyar Rádió tudósítóját, és nagyon ketyegett. Tehát én megkaptam mindazt, amit Lengyelországban meg lehetett kapni ebből a felhőből, és akkor még eléggé felkészületlenül vágtam bele ennek a nagyregénynek az írásába, tehát még nem volt meg minden anyag. Tehát végig az alatt, az 5 év alatt, amíg őrülten dolgoztam, mert attól féltem, hogy én úgy ketyegek, hogy földobom a talpamat, és nem lesz, aki befejezze. Tehát végig sietősen dolgoztam rajta. Ennek következtében 15 éve később át kellett írnom. Meg is jelent aztán a magvetőnél a Messiások címmel. De mindesetre ez a szorongás, ez nagyon sokszor benne volt. Nekem elég tisztázatlan volt akkor a helyzetem 89-ben, mert a világirodalmi tanszékén, az ELTE-nek dolgoztam félállásban.
És közben Kaposvárot is voltam dramaturg, ahol én nagyon szerettem lenni, de akkor már kiderült, hogy inkább el kéne onnan mennem. Tehát ugyanis 92-ig még maradt azért. Igen, de akkor már nem nagyon jó szívvel, ugyanis az én nyelveim és az én kapcsolataim, orosz, lengyel, jugoszláv, cseh kapcsolatok elértéktelenedtek. És előtérbe léptek a német és az angol kapcsolatok, amelyekben én nem tudtam a segítségükre lenni. Az Őrs István sokkal jobban tudott nekik ebbe segíteni. Tehát tulajdonképpen felesleges emberként voltam ott a nagyon jó barátok között, és nem volt rám szükség, és én nem szerettem, hogyha nincs rám szükség. Úgyhogy meglehetősen szorongtam attól, hogy mi jön. Hogy mennyire szorongtam, jellemző, hogy hát ezt a június 16-át Becher Ivánék lakásába néztem tévén. Az egy nagyon nagy lakás volt, hatalmas hal egyben nyitva a konyhával, mindig volt ott 15-20-25 ember, állandóan főztek, és hát ott félfüllel én odafigyeltem, a többiek nem annyira, de én odafigyeltem, hogy mi történik, és hát láttam, amit láttam, én emlékeztem a Rajk újratemetésre. Már csak azért is, mert 56-ban az egyik osztálytársunknak az apját is újra temették, Sólyom Lászlót, és az osztály személyes meghívót kapott az újratemetésre. Tehát volt, és aztán elég jó voltunk informálva, hogy mi történik 56-57-ben emiatt, mert az ő mamája jobban volt a Rajknéval. Minden esetre emlékeztem, hogy az ilyen újratemetések nem mindig járnak jó következményekkel. Na most be is jött az, hogy nekem személy szerint, ha már ez a kérdés, elég nehéz volt a helyzetem utána a rendszerváltás első éveiben. Orbán beszédre emlékszik? Nem emlékszem rá, azt láttam, hogy ott valaki fiatalok közül beszél, nem érdekelt. Senkinek, volt igen, aztán. Tudom, megolvastam, meg tudok róla mindenfélét, de akkor nem tűnt fel a dolog. Hát ottan álltak sokan. Mondjuk lehetett látni ottan a gyászolók között egy csomó embert, akinek lehetett csodálkozni, hogy hogy kerül oda. Én nagyon nem csodálkoztam, meg kell mondanom, mert végül is az én szakmám az emberi lélek, meg az emberi pálfordulások ábrázolása, úgyhogy különösebb meglepetést a dolog nem okozott. De az, hogy én szorongtam egyrészt egzisztenciálisan, másrészt, hogy a műveimet hogy tudom majd megjelentetni. Ezzel én osztoztam a magyar társadalom nagy részében. Az azért nagyon kicsi szegmense volt a magyar társadalomnak, amelyik egyrészt aktívan előkészítette a rendszerváltást. Haverjaim voltak közöttük, tehát én jártam ezekre a házi bulikra, meg jól ismertem őket. De én magam aktuál politikában soha nem gondolkoztam, én mindig kultúrában gondolkoztam, ami hosszabb távú és talán mélyebb dolog. És tudtam, hogy nagyon kevesen vannak. Azok is kevesen voltak, akik hozzám hasonlóan olvasták a szamizdatokat. Ez azért pár ezer ember. Tehát ez nem úgy volt, mint Lengyelországban. Nagy volt a félelem, és jogos volt a félelem. Hát mindjárt lett 1 millió munkanélküli. Hát mindjárt megszűnt a magyar ipar és mezőgazdaság javarésze. És én csodálkoztam azokon az embereken, nagyon becsültem őket, akik őszintén hitték, hogy most beáll a Kánoán, és 10 éven belül utolérjük Ausztriát, meg mi leszünk a magyar kis Svájc, hát ennek soha nem volt meg a realitása. Én úgy gondoltam, hogy jön a kapitalizmus, és mindent letarol. És tulajdonképpen részben ez is történt. Hozzá kell tennem, hogy aztán rajtam kiadóilag Vámos Miklós segített, aki akkor megalapította az Abóvót, és meghívott, és ott jelentem meg évekig, mert máshol nem közöltek. És egyébként is nekem megvolt a véleményem erről az egész szellemi életről. Mert én egy picit hamarabb kaptam meg a rendszerváltást, mint a többiek. Én 86-ban kaptam a nyakamba a rendszerváltást, amikor egy lengyel náci az és hasábjain lengyel gyűlölő cionista történelmi hamisítónak nevezett. És hát akkor a Magyar Irodalom javarésze kimutatkozott nekem, és egy csomóan azóta sem mutatkoztak vissza. Na most utána én volt... Én nagyon nehezen fogom föl, hogy miért az itthoniak ismerték önt, a lengyelek meg nem annyira.
Hát ezért lehetett följelenteni a lengyeleknél, mint gyalázatos cionistát. Jó, hogy a lengyelek mutatkoztak ki önből. Nem, a magyarok. Megjelent... Miért? Hát a magyarok ismerték önt, a barátai voltak. Hát azért a puha diktatúra is puha diktatúra. Megjelenik egy hivatalos lapban, és az volt, egy támadás a személyem ellen, az azt jelentette, hogy ezentúl nem kell visszaköszönni, át kell menni az utas másik oldalára. Persze, és hát akkor boldogan kilőttek. Hozzáteszem, hogy akkor jöttek a legnagyobb színházi sikereim egyébként, tehát az irodalomból részbe kiátkoztak, de a színház az tartott. Akkor volt a Csirkefej, meg sok minden egyéb, ami... És hát aztán volt még egy versem, amiből lett egy botrány, és stb. Úgyhogy én bizonyos... Jönnek a mély magyarok a szarból? Igen, igen, aha. Igen. Jönnek a dult keblű mély magyarok. Aha. Fűzfa poéták, fűzfa rajongók. Meg van mondva, hogy kicsodák. Nem a mély magyarok, nem a magyarok, hanem egy bizonyos kicsi réteg, az jön. De hát ezt rosszul szokták idézni. Karinthy Ferenc az emlékirataiban írja egyébként, most értelembe ugrott nekem, hogy nagyon nem tetszett ez a vers neki, de ő szorongásból nem tetszett neki. Tehát, hogy jön egy zsidó, belerúg a magyarokba, mély magyarokba úgymond, és ebből csak a baj lesz. Igen. Tehát egy ilyen nagyon régi félelmek ébredtek föl. Így van, bocsánat is kért tőlem aztán a Karinthy Ferenc, ez már nincs benne az emlékirataiban, de megtörtént. Igen, de honnan tudta, hogy én zsidó vagyok? Hát onnan, hogy a lengyel náci lezsidózott, addig senkiben föl nem merült, a műveimben nem volt nyoma, a magatartásomban nem volt nyoma, és egyáltalán ki az, hogy zsidó. Tehát akkor kezdődött, és ez nem a rendszerváltáskor kezdődött természetesen ez az őrület. Én erről írtam egy nagy cikket még akkor. A Népszabadságban jelent meg két folytatásban, sajnálatos módon a taxis blokkád első napján jelent meg az első része, és a második napján, a második része, a kutya nem olvasta, így van, amiben leírtam, hogy a magyarság nem antiszemita, de igen, sokaknak súlyos érdekük fűződik hozzá, hogy a magyarságot átítassák rasszizmussal. Erről szólt a cikk. Ebbe igazán volt. Ezt lehetett látni, de nem a rendszerváltás miatt, hanem azért, mert ezt a dolgot a 80-as évek közepén elkezdték felülről lefelé a népi kommunisták. Na most hát erről keveset beszélnek, én eléggé tudom a részleteket, utólag kiderültek dolgok. Tehát emiatt is egy kicsikét szorongva néztem a rendszerváltás elé, mert hát világos volt, hogy ez a Kádár utódlási harc, hát ez ki fog terjedni, és semmiféle eszközt nem fognak kimélni, és senkit nem fognak kimélni, és ez be is jött. Én aztán, meg kell mondanom, én aztán jól jártam előbb-utóbb, mert hát én végül is mégiscsak írhattam a műveimet. Almási Miklósnak hála oda vettek az esztétika tanszékre a teljes állásba. Mellette másodállásban még színigazgató is voltam, tehát nem volt jogos az én szorongásom. Sokkal jobban jártam, mint a magyarok jelentős része, akik hát borzasztó helyzetbe kerültek. Csak itt, mint a kakukkosóra jelzem a tényeket, hát 92-95 között volt ugye Szolnokon a Szigligetének az igazgatója. Na most a szorongáshoz, ebben szerepet játszott mind a mellett, amit elmondott, az, hogy esetleg igaz lehet, hogy, mert akkoriban mindenféle fenyegetőzések voltak, hogy majd visszajönnek a munkásőrök, oda csapnak, Grósz Károly azt mondta, hogy fehér terror lesz, és anarhi, ezt meg kell előzni. Szóval úgy gondolta, hogy a rendszer nem megbukni fog, hanem megtorolni. Nem, ezt nem gondoltam. De azt gondoltam, hogy Grósz Károlynak hosszú távon igaza van. Hogy jön a fehér terror, csak nem rögtön. Ezt gondoltam. De miért nem a nyugat jön? De minek azt gondolta? De a nyugat jött... Hát hogy ne jött volna a nyugat? Hát amit privatizáltak, hát azt a nyugatiak, a tőkeerős nyugat privatizálta. De hát majdnem az egész térségbe. Mert hát átadták az egész térséget. Hát amikor én néztem Észtországon 88 végén ezeket az elképzelhetetlen szövegeket hallgottam, hogy miket mondanak az észtek, akik a Szovjetunió részei. Hát ott abban a színházban volt például egy nagyon helyes, ilyen nagy kövér színész, és a vezetéknek az volt, hogy kard.
ugyanazt jelenti észtő, mint magyarul, kard. És ő Szibériában született, mert száműzték a szüleit, fél észt, fél orosz volt. És rettentően nemzeti érzelmű volt, mint az egész észtársulat, teljesen jogosan egyébként. Hát ha meg volt nekik engedve, hogy olyan liberális, meg nacionalista szövegeket nyomjanak a tévében, amiket nyomtak. Hát akkor rég el volt döntve, hogy ezt az egész térséget majd átadják a nyugatnak. Hát ez nem úgy van, hogy alulról kiharcolják, hát ez sose így volt. Ezt a térséget mindig egyben adják, veszik, és hogyha át van adva, akkor nem igaz, hogy fenyeget a veszély. Horn Gyulának egyébként teljesen igaza volt, hát ő vetette föl először, hogy akkor rögtön a NATO tagjaivá kell válnunk, amint kimennek az oroszok, ebben teljesen igaza volt. Én ezt melegen támogattam. Tehát én borzasztóan boldog voltam attól, és ma is boldog vagyok, hogy megúsztuk a szovjet szétesést. Hát ki tudja, hogy az mit csinált volna Magyarországgal. Hát lehet, hogy már nem is lenne Magyarország, hogyha belül maradunk a birodalmon. De ezt megúsztuk. Ez óriási dolog. Mindamellett, hogy semmiféle illúzióim nem volt, hogy a nyugatiak hogy fognak velünk bánni. Úgy fognak bánni, ahogy a németek a nem németekkel mindig bántak. Másod huszadrangú embernek tekintenek minket. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, hogy miért gondolta, hogy a nyugat idejövetelével a fehér terror is jön majd? Nem a nyugat idejövetelével jön a fehér terror, hanem előbb-utóbb természetesen diktatúra lesz. Én az úgynevezett demokratikus körülményeket inkább káosznak érzékelem, és a káosz az mindig beletorkolik valamilyen tekintélyuralmi rendszerbe. Hát ezt mutatja a 20. század története, de a korábbi történelem is mindig ezt mutatja. Az, hogy én mikor mondtam le a magyar fejlődésnek a lehetséges pozitív kifutásáról, ezt pontosan meg tudom mondani, amikor a parlament megszavazta, hogy koronás címerünk legyen a Kossuth címer helyett. Hát akkor eldőlt, hogy itt feudalizmus lesz. A megfelelő kapitalista, meg nem tudom milyen technikai körülményekkel együtt. Akkor eldőlt. Erre szavazott a magyar parlament. Na most, hogy a magyar parlament képviselői közül hányan voltak ügynökök, hányan voltak ilyen-olyan titkosszolgálatok tagjai. Hát erről vannak mindenféle találgatások. Én nem találgatok, csak láttam, hogy mi folyik. A másik kérdésem az lenne, hogy nem jelentette önnek is, meg sok más embernek is napi gondot a megkülönböztetés. Tudnélik, az a különbségtétel, ami mondjuk a Csurka Istvánnak a Pincér nemzet leszünk című írása, vagy valami hasonló, és az ön véleménye arról, hogy a nyugat hogyan kezel bennünket másodrendű polgárokként. Nagyon könnyű kívülről a kettőt összekeverni, vagy egy dobozba tenni. Én nagyon sok mindenben egyetértettem a Csurka helyzetértékelésével. Igen. Igen. Mindamellett, hogy rettentően kártékonynak tartom az ő faji gondolkodását, és hát az fertőzés, hát ez Magyarországon, amióta kialakult a 19. század második felében, azóta fertőz, nem csak Magyarországon, máshol is. De hát a helyzetleírásban egy csomó minden igaz, hát attól, igen, pincér nemzetve lettünk, hogyne, bérrabszolgák lettünk. Persze. Van még néhány olyan terület, ahol a magyarság nagyon szépen tartotta magát mindahhoz, amit 7 nemzedékkel ezelőtt a reformkorban kitaláltak. Ez most megy tönkre. Tehát lassú a folyamat, lassúbb, mint ahogy én féltem tőle. Van valamilyen tehetetlenségi nyomatéka annak a félig meddig polgári fejlődésnek, amit a kiegyezés táján elkezdtek, és ami világháborúkon keresztül kitartott, én ennek végtelenül örültem, hogy van ilyen. Hogy van ilyen, nem polgári, mert ez nem jó, ez politikai fogalom lett, de valamilyen normális, modern szemlélet. És hogy egy csomó ember ebben nőtt föl, hogy még voltak olyan iskolák, még voltak olyan tanárok, hogy még volt olyan tudományterület, ahol ez érvényesült.
Tehát sajnos előbb-utóbb ez tönkre megy, mint ahogy az infrastruktúra is, amit gründoltak az eleink, meg Budapest, amit gründoltak. Hát azért most megyeget tönkre, most mennek szét azok a csövek, és valahogy lelkileg is ez valamikor a Kádár korszakkal véget ért. A Kádár korszakban még megvolt, én nagyon sok olyan embert ismertem, aki ennek megfelelően egy modern magyarságban gondolkozott. Akár pártag volt, akár nem pártag volt, akár antikommunista volt, akár nem. Ez nem politikai kérdés, ez nemzeti kérdés. Ez egy civilizációs kérdés. És sajnálatos módon ez önmagától is, hogyha nem ápolják, akkor tönkre megy, és hogyha mondjuk a lejtő tetején elkezdik még rugdosni, és ezeket a mentalitásokat, akkor hamar véget ér. Ettől én kifejezetten féltem, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy 20-25 évig kihúztuk. Mert én ez alatt írhattam meg az életművem javarészét. Miért természetes az, hogy a demokrácia káosz, amire Kelet-Európában jön a diktatúra? Miért értetődik ez magától? Mert már az ókorban is így volt. Az ókori demokrácia az tartott másfél nemzedéknyi időt. Az alatt írták meg a nagy drámákat egyébként, és utána jött a diktatúra. Van, aki másképpen számol, mondjuk Ungvári Rudolf, ővel beszéltem pár napja, azt mondta, hogy a diktatúrák maximum 50 évig tartanak ki, de mindig megbuknak. A demokrácia meg visszajön. Egyetértek. Nem biztos, hogy jó ez demokráciának nevezni, mert hát hol már van igazi népképviselet? A kelet-európai viszonyokra gondol? Igen. Utoljára demokratikus mozgalom Magyarországon 1956-ban volt, amikor a jugoszláv munkástanácsok hírének a hallatán elkezdtek önkormányzatiságot bevezetni Magyarországon. Az komoly dolog volt. Egyébként erről nagyon szép könyvek szólnak, és ki van kutatva, nem nagyon ismerik. És azóta ennek az alulról szerveződő demokráciának az elemeit szétverték. Azóta nem csak Magyarországon atomizált lett a társadalom, azóta azok a közösségi létformák megszűntek, amelyek akkor még elevenek voltak, szétverték azt a fajta gyáripart, azokat a fajta falu közösségeket, sok mindent szétvert a modern fejlődés. Mondom, ez egy spontán folyamat, ez vele jár a mai fejlődéssel, úgyhogy önkormányzatiságról már nincs szó. Én mindig úgy gondoltam, hogy Magyarországon a parlamenti demokráciának lehet, hogy elég gyengécskék az alapjai. Noha, hát a monarhiában is volt parlamentünk, meg a Horthy korszakban is volt, de hát azért részben látszott parlament volt már az is, nem beszélve a Kádár rendszerről. De volt az önkormányzatiságnak, meg a demokráciának egy másfajta képződménye, a vármegye. A vármegye nagyon erős volt Magyarországon, és egy csomószor szembe tudott szállni a központi akarattal. Ezt én Kaposvárot, meg Szolnokon, a vidéken is tapasztaltam, hogy nem lehetett mindent végigverni, amit egy központi kormányzat akart, mert a helyiek ellenálltak, mert más volt az érdekük, és egy csomószor megvédtek olyan értékeket, amelyeket a központ megsemmisítésre ítélt. Na most ennek is vége van, mert a Fidesz ezt belátta, és igen, bölcsen politikailag szétverte a vármegyéket. Nincs többé. Tehát önkormányzatok már nincsenek. Budapest az egyetlen, ami még van. Víz lépcső elleni tüntetés, falu rombolás elleni tüntetés, ez nem az atomizáltságot mutatta, és ezek, hát én nem mondom, hogy a utca népe találta ki, de ezek azért ilyen alulról jövő mozgások voltak. Ennyi volt az egész ebből a szempontból? Hát szerencsétlen dolog volt, azt kell mondanom. Mert? Mert hát a vízi lépcsőt meg kellett volna építeni. Hát ez műszakilag egyértelmű. Hát már meg volt épülve, amikor szétverték. Na most itt az a baj, hogy nem a szakma dönt,
nem, semmiféle szakmai érvelés nem volt, hanem belekerült a politikába. És a politikába, ha valami belekerül, akkor annak vége van. Na most ennek a következménye például, hogy most a szlovákok kegyétől függött, hogy mennyi vizet engednek a Dunába, amikor a Hableányt fel akarják hozni a mélyből. Hát hogy a szlovákokra, a szlovákok jó indulatára vagyunk utalva, hogyha szabályozni kell egy kicsikét a Duna vízállását. Ha lett volna Bős Nagymaros, akkor nem lenne Paks. Csak úgy mondom, egy csomó mindent megúsztunk volna vele. De szerencsétlen mondom, pont ez került bele a politika látókörébe, e körül kristályosodott ki a párt vélemény, meg az ellenzéki vélemény, és a szakmaiságnak akkor annyi lett. Innen folytatjuk egy perc múlva Spiro Györgyel. Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Spiro György a vendég, 89-es emlékek. A szünet előtt elkezdtük beszélni arról, hogy hát azért mégiscsak voltak ilyen alulra jövő megmozdulások, a vízlépcsőről beszéltünk, de nem is a vízlépcső volt a legfontosabb, ugye, hanem a összetartozunk, mi vagyunk, mit akarunk. És ez a falurombolás idején is megtörtént, aztán még Grósz Károly is azt mondta, hogy angyal repült át a város fölött. Tehát itt egy nagyon békés, de nagyon kemény erő mutatkozott meg. Hát itt az a baj, hogy a falurombolás azóta is folytatódik. Lankadatlanul. És hát rettenetes állapotban van a vidéki Magyarországnak egy része. Reménytelen. És hát ehhez még hozzájárul, amivel egyik kormány sem mert foglalkozni, és csak elkente, meg úgy manipulálta a cigányokat, hogy egymás ellen harcoljanak, ez a cigány kérdés. Hát hogyha valahol 10% körül van egy nemzetiségnek a létszáma, ottan mindenképpen problémák vannak vele, és meg kéne oldani. Emberségesen, tisztességesen meg kéne oldani. Nincs megoldva. Az alkotmányban nem került be annak idején a lakhatás, mint alapjog. Hát ez is a felé mutat, hogy itt egy rettenetes, talán még a feudalizmusnál is szörnyűbb rendszer alakul ki. És hát hiába mondja ki az alaptörvény nagyon helyesen, hogy nemzetiségi az, aki annak tartja magát, ez nem így működik. Tehát a gyakorlatban továbbra is a faji törvényesek érvényesülnek Magyarországon, miközben az írott alkotmány nem ezt tartalmazza. De én arra gondoltam, hogy ezek a megmozdulások, ezek valami olyan szellemet sugároztak, ami ellentmond annak, hogy mennyire atomizált volt a magyar társadalom, mert te párszor megmutatta, hogy mit akar, hogy mit szeretne. Hogy vízlépcső vagy romániai falu rombolás, az egy másodlagos kérdés volt. Az utca volt a lényeg, meg akik ott voltak kint. Hát pár ezer ember volt kint, és köztük nagyon sok barátom, akikkel nagyon sok mindenben akkor is egyetértettem, és most is egyetértek. Hozzáteszem, hogy én egyetlen egyszer voltam életemben tüntetésen, mindössze. Melyiken? Az sem Magyarországon történt, hanem a Vencel téren. Ha. 89. november végén mutatták volna be egy darabomat a Prágai Nemzeti Színházban. Addig be volt tiltva, meg én is be voltam tiltva. És már lehetett hallani, hogy ott a nagy tüntetések vannak, meg lelőttek egy diákot, meg sok mindent lehetett hallani. Végül is mégiscsak kiutaztam, és mentem a fordítóm férjéhez, aki maga is író volt, este 7-kor értem oda, és azt mondja, hogy hol késel, hát már rég a Nemzeti Színház színpadán kéne lenni. És ott találtam magam a nem bemutatott drámámnak a díszletében a színpadon, a Nemzeti Színházba. Velünk ott ült az egész társulat, színészek, rendezők, mindenki. Velünk szemben zsúfolt nézőtér, és egy forradalmi esztrádműsort adtak. És gitároztak, énekeltek, a közönség nagyon örült, dupláron adták el egyébként a jegyeket, és a forradalom csúcspontja az volt, amikor a tévéből jött egy bemondó, és azt mondta, hogy a tévé sztrájkbizottsága úgy döntött, hogy ők úgy sztrájkolnak, hogy nem sztrájkolnak, hogy a hírek eljussanak mindenkihez. Óriási taps. Most a végén engem is szólítottak, hogy intézek szózatot a néphez.
És hát akkor elmondtam, hogy mennyire örülök, hogy nem mutatták be a darabomat, hogy mennyire örülök, hogy ennyien vannak, és nagyszerű, és csodálatos. Mondtam csehül, és senkinek nem tűnt föl, hogy egy magyar író csehül beszél, mert forradalomban természetesen minden magyar író csehül. És megszólalnak a némák, igen. Igen. Nagyszerű volt a hangulat, és utána az Alexa barátom, az író azt mondta, hogy nagyszerű, nagyszerű, most elmegyünk bulizni, el is mentünk bulizni a Károly hídnál, volt egy fantasztikus toronylakás, az egyik leghíresebb színésznőjük, és mindenki ott zsúfolódott össze, és rengeteget ittunk, és holnap elmegyünk sztrájkolni a következő színházba. Mondtam, hogy én inkább, úgyhogy az történt, hogy elmentem, mint közönség, és akkor az Alex ült a színpadon, és ő sztrájkolt a színpadon. Ez tartott néhány napig, a darabot nem mutatták be, és hazajöttem. Na most a Vencel térre is kimentünk másnap, óriási volt a tömeg. És ott valamit megafonból mondtak, mindenki nagyon örült, és közben a kocsmákban nagyon sok írófélével találkoztam, és akkor megállapítottam, hogy rettenetes, ami következik, mert olyan gyűlölet szakadt föl egymás iránt ezekből az irodalmárokból, meg írókból, az árulókkal szemben. Hát az árulók között olyanok voltak, mint a Hrabál meg a Jiří Mencel. Rettenetes, hogy mi fog ott következni. És hát ez kicsikét rettenetes is volt, ami következett. Na ez volt az egyetlen tüntetés, amin én részt vettem életemben. Milyen arcok jöttek szembe önnel 80-as évek végén? Azt gondoltam, hogy nagy szerencsém, hogy ön Kaposvárot volt dalmatúr, mert akkor kérdezhetem a vidékről is, hogy, mert mindig csak Pestről beszélünk, hogy ott mit látott? Hát nem láttam semmit, a színházat láttam. Hát ott tanyáztam a színházi büfében, mint mindenki a városból. Annyit láttam, hogy hazabiciklizés közben. Semmit nem láttam. Hát semmi közöm nem volt a városon. Aha. Jó, hát akkor menjünk vissza Pestre gyorsan. Voltak-e új ismeretségek, vagy felfedezette magának új embereket akkor, akik aztán vagy megcsalták, vagy nem csalták meg, de akkor úgy olyan nagy fénnyel jelentek meg. Vannak ilyenek? Arra emlékszem, hogy amikor a Víg Színház fölkérésére írtam a legújabb Zrínyi Jász című darabomat, akkor úgy gondoltam, hogy egy része a Fehérházban fog játszódni. És volt egy kedves tanítványom, aki a Fidesznek volt ilyen főtitkárnője, és a szerzett nekem belépőt. Úgyhogy akkor voltam életemben másodszor a Fehérházban, és úgy néztem a folyosókat, meg egyebet, hova helyezem a szereplőimet. Sőt, még egy fideszes kuratóriumba is bekerültem. Balassa Péter valamiért lemondott, és engem ajánlott maga helyett, és akkor egy-két évig ott a kuratóriumi tagultam. De úgy igazán nem ismerkedtem meg úgy senkivel, meg de nem vettem részt ezekbe a dolgokba. Hozzátartozik, hogy megírtam a darabot, és akkor megkértem a Víg Színházat, hogy ne mutassák be. Mert ott néven nevezve Antal Józseftől kezdve mindenki szerepelt a saját nevén, és úgy gondoltam, hogy addigra méltatlanokká váltak arra, hogy a színpadon is szerepelhessenek. Mert hogy ott pozitív hősök voltak a darabban? Nem, pozitív hősök voltak. Uh-huh. De hát közben történt, ami történt, és úgy gondoltam, hogy nem érdemlik meg. Megjelentettem a darabot, kordokumentumnak jó, de nem kell eljátszani. Hát ilyet még nem is hallottam, hogy egy szerző azt mondja, hogy inkább nem mutassák be a dolgot. Hogy... Velem többször előfordult. Vagy túlságosan, és nem nagyon akarom elhinni, annyira túlságosan kívülállónak mutatkozik az akkori dolgokkal kapcsolatban, de nem lehetett kimaradni ebből. Tehát én értem, tisztában vagyok vele az ön attitűdjeivel, de nem hiszem, hogy ki lehetett maradni. Annyira pörgött az élet, az a világ akkor. Valamiképpen benne kellett, hogy legyen. Hát annyira benne voltam, hogy a Magyar Naplóba írtam rendszeresen, heti rendszerességgel tévékritikát. Annak még volt értelme. El kell ma már mondani, nem sajnos, hogy A Magyar Napló egy ilyen polgárinak nevezhető nap, inkább MDF közeli volt, mint SZDSZ közeli
lap volt, és elég jó erők gyűltek benne össze. És sokan írtak bele jobb írók, akik hát nem akartak máshova írni. És azért választottam a tévékritikát, mert akkor még csak a Király TV létezett, és az konszenzus teremtett az olvasók között. Tehát megállapíthatták, mert nézték, ugyanazt nézték, amit én, hogy igazat írok, vagy nem írok igazat. És tulajdonképpen a rendszerváltást így tévékritikákban kommentáltam végig. És emlékszem, hogy egy csomó mindenben abszolút pozitívnak értékeltem azt, ami történik, mert az is volt. Hát az, hogy nincs többé előzetes cenzúra, hát azért ez nagyszerű dolog. Az, hogy lehetett már akkor külföldi adókat is fogni. Nekem volt szatellit bevési lehetőségem, és egy csomószor mindenféle angol, vagy lengyel, vagy cseh adásokat is kommentáltam. Hát az nagyon nagy dolog volt. Hát ez nem volt betiltva. Nem zavarták a Szabad Európát, ami akkor még éppen létezett. Sőt, hát alá is írtam egy petíciót, hogy ne szüntessék meg. Persze megszüntették. Tegyük el jövőre, hát ha kell. Hát gondoltam, hogy kelleni fog. Hát az természetes volt, hogy a sajtószabadság nem sokáig tart. Tovább tartott, mint gondoltam természetesen. Tehát én éltem a sajtószabadságot a lehetőségekkel, és aztán később, amikor a Magyar Napló megszűnt, akkor a Népszabadságból írtam ilyeneket. Tehát nem mondhatom, hogy hallgattam volna. De az, hogy elég korán láttam, hogy nyugati-keleti maffiák hogyan működnek Magyarországon, hát arra van egy bizonyos. Én 95-ben írtam egy darabot, amit 96-ban be is mutattak a József Attila Színházban, ez a Wirtschaft című darab, amit azóta se vettek elő, nem volt rossz előadás, Mácsai rendezte, és hát az arról szólt, ami volt, és lett, és kialakult, tehát lehetett látni. Na most azért voltam kívülálló, mert mindig az voltam, ugyanis aki ábrázolni akar, az nem mehet bele a politikai, meg ideológiai ilyen-olyan csapdákba. Hát annak az a dolga, hogy megőrizze az intaktságát, hogy megőrizze a tárgyilagosságát. Mindamellett, hogy a szereplőkben nekem át kell élnem mindazt, amit mások átélnek. Tehát belülről én ezt elő tudtam magamban hozni. De aláírt, mert ez volt a, hát mint később kiderült, ez volt az a korszak, ami a közéletet élő, éltető, hogy mondjam, csak véleményvezér magyar értelmiségnek az utolsó nagy föllobbanása volt, aztán később beléptek ugye a politikába, és kiseprűzték őket, nem volt fontos senkinek, majd mit beszélnek. De akkoriban még születtek petíciók, volt karta, egyebek, ezeket aláírta? A kartát nem írtam alá, mert nem jutott el hozzám. Az 77-ben volt, és nem gondolták, hogy nem, 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 a magyar kartára gondolok, a 90-es választás után. Azt aláírtam, mert csomó mindent aláírtam. A máig aláírók, nem is történik semmi. Hát, hogy legutóbb az MTA mellett írtam alá, teljesen mindegy, több ezer aláírás között ott van, és akkor mi van? Én nem nagyon hittem ezekben a dolgokban. Addig volt értelme, még a káderrendszerben, amíg ennek volt valamilyen politikai jelentősége. És volt, Kennedy János fogalmazott úgy még akkor, hogy valami ilyesmi volt, hogy szabadon hagytak minket ennyi és ennyi ezer tonna amerikai búzáért. Szóval, hogy igen, tehát ez a kirakat politikába beletartozott, és a kirakat politika egy része valódi politika. Tehát volt jelentősége. Én buzgón olvastam a szamizdatot, néha fordítottam lengyel anyagokat név nélkül, meg persze, abszolút támogattam. Én magam egyszer voltam szamizdat szerző a Kornis által szerkesztett naplóban, amit ő talált ki, de egyébként nem nagyon. A darabban, aminek a bemutatóját saját maga tiltotta le, és mondta, hogy abban szerepel név szerint egy csomó politikus, mondjuk Antal. Hát meg Jeszenszky, meg Orbán Viktor, igen. Dajcsa, mindenki szerepel. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy miközben figyelte ezeket az embereket, milyen típusnak látta őket, és hova fejlődtek, vagy alakultak? És maguktól, vagy pedig olyan körülmények voltak valóban, hogy mint egy csőben, hogy a magyar történelem csak egy irányba mehet, mert néha úgy tűnik.
Nem, ezzel nem értek egyet. Ez nem olyan cső, hogy eleve el van rendelve, hogy merre fogunk menni. Hát annyira egyforma alakul a sorsunk 150 nem, éve. Hogy... Nem egészen így van. Nem egészen, vannak jobb periódusok, és a jobb periódusokat ugyanúgy nem lehet előre látni, mint a legrosszabbat. Rendben van. Szóval... Mondok egy példát. Igen. 68-ban bevonultunk Csehszlovákiába, és akkor én a barátaimmal, mint egyetemista siránkoztam, hogy vége van a magyar filmnek, a magyar színháznak, a magyar irodalomnak. Mi történt pár év múlva? Elkezdődött a Magyar Színház felivérlése. Szolnok, Kaposvár, Kecskemét, a magyar filmnek nagyszerű időszaka következett, magyar irodalomban remek műveket írtak. Nem úgy van feltétlenül. Nem tudjuk, hogy hogy van. Magyarország nagyon picike, és kívülről van determinálva. Nem tudjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak, mert nem látunk bele. Hát nincs ember, aki bele látna, hogy mi milyen következménnyel fog Magyarországon járni. És én mindig azt mondtam, hogy készen kell lenni. Készen kell lenni arra, hogy itt Magyarországon belül akár jóra is fordulhat a helyzet. Ez volt az első ilyen kedvező, pozitív megjegyzés öntől a Magyarországgal kapcsolatban ebben a beszélgetésben legalábbis. Jóra fordulhatnak még a dolgok, ilyet nem mondott eddig. Na de hát ez így van. Jó, oké, én ez nagyon szeretném nem, minden, igazán. A rendszerváltásról lehetett tudni, hogy mivel jár. Mivel jár a kapitalizmus? Mivel jár a vadkapitalizmus? Hát ezek le vannak írva, hát e felül nem lehetett kétség. De egy csomó minden jó volt benne, bocsánat. Hát az, hogy lehet utazni, annak egy csomó pozitívuma van. Természetesen negatívuma is van, mert van egy minőségi kiáramlás az országból, ugye, egy kitelepülés, és azok olyanok, akiknek konvertibilis tudásuk van, és ők hiányoznak itthonról. De ez nem csak magyar probléma, hanem az egész térségnek a problémája. Ugyanúgy, mint a 19. században. Tehát itt vannak állandók, és annak variációi vannak. Az, hogy nem tört ki az atomháború, nem győzök rajta csodálkozni, bármikor, bármelyik pillanatban kitörhetett volna. Ez csodálatos, nem? De. Ez a kegyelem. Visszatérve ezekhez a magyar alakokhoz, tehát hogyan látta őket? Antalt, Orbánt, többieket? Nem ismerem őket személyesen. A tévéből. Annál jobb? A tévéből. Hát a tévéből nem lehet megállapítani. Politikusok voltak, többé-kevésbé. Nem tudom. Időnként az ember eltűnődik, hogy ki csinálta a több kárt. Hogy például Antal József csinálta-e esetleg naivitásból, meg hozzá nem értésből, hogy a magyar mezőgazdasággal elbántak. Nem tudom. De például az, hogy Horn Gyula konkordátumot kötött a Vatikánnal, azt én nem tartom nagyon pozitívnak, és ezt ő kötötte. És sok mindent ő honosított meg a politikai életben, ami hát úgy visszás és kellemetlen. Miközben nagyon ügyes és ravasz ember volt. Ő speciál ismertem személyesen, és nagyon haragudott rám, mert mindig megvertem pingpongban. De szóval őt ismertem. Tudtam, hogy milyen. Politikusnak ravaszabb volt, mint ahogy én föltételeztem volna ifjúkoromban, amikor megismertem a belgrádi magyar követséget. De általában nem szoktam én politikusok között forgolódni. Egy csomó SZDSZ-es politikust ismertem, még a 80-as évekből személyesen, és egy csomót nagyra becsültem, Magyar Bálintot, Pető Ivánt, hát együtt bulisztunk egy csomószor, meg Kőszeg Ferenc volt a könyvemnek lektora, meg sokakat ismertem. Én azon csodálkoztam, és azt tartom tragikusnak, és nem tudom, hogy ez eleve el volt rendelve, hogy az SZDSZ-ből nem szociáldemokrata párt lett, hanem liberális. Ez elején volt egy rövid időszak, amikor nem dőlt ez el még. Hát egy darabig nem dőlt el, igen. És hát volt szociáldemokrata szárnya az SZDSZ-nek, Soltot Illiáék, és a Szetta, meg sok minden, azok a mélységesen. Is, hogyne, hát mélységesen egyetértettem velük. Szalai Erzsébettel nagyon sok kérdésben ma is egyetértek. És
úgy láttam, hogy részben naivitásból mentek bele dolgokba, amelyekbe esetleg nem kellett volna. Részben pedig van itt egy nagyon súlyos, fontos dolog, hogy a magyar politikusnak német kapcsolatokkal kell rendelkeznie. Nekik meg amerikai kapcsolataik voltak. Az itt nem érvényes, mert ez német érdekszféra. Ez német Lebensraum. Ezer éve. Hát ezt tudomásul kell venni. Tehát ki kellett volna építeniük a német kapcsolatokat. Azt hiszem, hogy ez elmaradt. Hogy látta a fiatal Orbán Viktort és a későbbi, hát hogy mondjam, csak fejlődését? Ugye most abban a pillanatban vagyunk, amikor ebből az emberből, akinek egyébként nagyon komoly rajongótábora van, tehát személyes rajongótábora ebben az országban, nem elhanyagolható, hogy sokan vannak ilyenek. Egy új kultusz épül, és éppen a 89-es Nagy Imre féle temetés kapcsán, ahol szépen kezdik már rá aggatni a korszak minden erényét, és minden bűnét, az persze az SZDSZ-re, ha egyáltalán megemlítik őket. Szóval hogy látta Orbánt? Nem láttam őszintén szóval sehogy. Egészen addig nem láttam a Fidesz se pontosan, amíg 1995-ben ki nem rúgtak a szolnoki színházból. És hát ottan Fidesz vezetés volt a városban, és Várhegyi Attila volt a polgármester, akivel én nagyon jó kapcsolatot ápoltam, mint színigazgató, és aztán egyszerre kiderült, hogy nem kellek. És hát akkor megtapasztaltam, amit ilyenkor meg kell tapasztalni, de addig én nem gondolkoztam különösebben. Én abban tudatban voltam, mint a valószínűleg nagyon sokan, hogy az SZDSZ meg a Fidesz körbe ugyanazt akarja. Én nem tudtam, hogy 94-ben már nem ugyanazt akarták, mert ez nem volt nyilvános. És én itt politikával nem foglalkoztam. Beszéltek már akkor, hogy egy félfordulat a polgári oldal felé. Igen, de 94-ben a választásokon, a helyközi, tehát a helyhatósági választásokon nem volt még világos a dolog. Abszolút nem volt világos. Tehát, de én nem mozogtam aztán politikai körökben. Inkább... De ebben az országban élt, és ennek az országnak hamarosan első számú vezetője lett, hiába volt ő ellenzékben. Hát lehetett látni, hogy az erő egyre inkább nála van. Hát 94-ben még nem lehetett még nem. látni. De utána, hogy nem teltek az látni. Évek, egyre hát utána igen. Vált. De hát akkor én már nem... Én nem foglalkoztam politikával. Aktuál politikával soha nem foglalkoztam. Azért, mert úgyse lehetek a megfelelő információk birtokában. Nem tudom, hogy mi zajlik zárt ajtók mögött. Nem tudom, hogy ki kivel egyezik meg. Jó, akkor csak annyit kérdezzék meg itt a végén, hogy a már említett kultusz kiépítés, az mennyire lehet sikeres? Sokan azt mondják, hogy egyébként Horthy esetében nem volt annyira sikeres, tehát a kormányzó úr főmértósága messze nem volt egy ilyen kultuszfigura a néplelkében, de hát változnak az idők, és lehet, hogy Orbán megkapja ezt a megtisztelő pozíciót. Mit gondol a mostani társadalmi lélekről? Kellenek ilyen? Hát nem tudom, hogy mi folyik, mert a tévé az megtévesztő, a rádió megtévesztő. Én minden esetre próbálok több irányból tájékozódni, én lelkes hallgatója vagyok az Inforádiónak és a Karc FM-nek. A Karc FM-nek azért is, mert hát ott nagyon szélső jobboldali nézetek hangzanak el enyhén szólva, és érdekel, hogy mit mondanak, meg mi az érvelési rendszerük, ez mindig érdekelt. Én nézem a Királyi TV-t, nézem a Hit TV-t, mindent nézek. Már csak azért is, mert ottan abból súlyos következtetéseket lehet levonni, hogy melyik hír hanyadik helyen szerepel, és melyik nem szerepel egyáltalán. Mint volt külpolitikai újságíró, erre ki vagyok hegyezve. De egyébként nekem különösebb információim erről nincsenek. Én időnként azért szoktam vidéken állást vállalni, hogy megtudjam, hogy mi folyik az országban. Én nem egy ilyen köldöknéző írónak születtem, nekem kell a közeg, és hát például Szegeden 2 évig dolgoztam tavaly tavaszig, és nagyon sok mindent megtudtam. Nem erről gondolkoznak.
nem a politikáról gondolkoznak. A politika nem hatol el. A helyi politikából valami, ami a bőrükre megy, de egyébként igen kevéssé hatékony az a fajta kampány, ami folyik rádióba. Nem nagyon hallgatják, nem az hat, másképp hatnak a dolgok. Ahhoz fölméréseket kellene készíteni, hát migráns ügyben nagyon hatott. Milyen? Migráns ügyben nagyon hatott. Nem tudom, hogy mennyire hatott. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy amikor kitöltetik ezeket a kérdőíveket, hogy akkor őszintén válaszolnak, vagy nem őszintén válaszolnak. Hogy azt szerint válaszolnak, hogy mit gondolnak, hogy mit kell mondani. Hát miután nincsenek migránsok, tehát nincs személyes tapasztalat, hát könnyű behúzogatni rubrikákat, tehát ez pontosan olyan Szlovákiába vagy egyéb nemzetiségi területeken, amikor a magyaroktól távolabb lakó szlovákok sokkal magyar ellenesebbek, mint akik együtt élnek a magyarokkal. Ez mindenütt így szokott lenni, hát azok is emberek, és együtt tudunk élni valahogy. Tehát ez időleges szerintem. Ez időleges. És miután Magyarországon igen nagy az államtól való függés, és igen nagy az egzisztenciális jogos szorongás, hát az emberek vagy maguktól tudják, vagy megmondják nekik, hogy kell szavazni. Hát ez ilyen egyszerű. De nem biztos, hogy a lélekben az van, amit feltételezünk. Hát, hogy önt idézem, és akkor mi van? Hát ebből nem lesz cselekvés soha. De nem így van. Nem így van. Nagyon sokféle cselekvés van. És nagyon sokféle lehetőség van. Én most nem tudom megmondani, hogy mi lesz, természetesen nem vagyok jós. Utólag elég jól szoktam jósolni, hogy mi történt, igen, és mik voltak az okai. De azért ez ugyanolyan kelet-európai, vagy közép-kelet-európai ország, mint a többi, és hosszú távon mindegyikben ugyanaz szokott történni. Tehát valamiben mi előbbre szaladunk, azért létrejön egy kiegyenlítődés. Én úgy gondolom, hogy az alapvető információ az embereknek az, hogy akik szavaznak, nem élnek rosszabbul, sőt, egy kicsit jobban élnek, ez a döntő, és nem az a döntő, hogy ideológiába mit nyomnak nekik. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Spíró György volt a vendég, a műsor szerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!